9. alkalommal szervezték meg a Szeretett Konyhát Kapuváron. A Bográcsos Egyesület idén is készített egy tál ételt a rászorulóknak. A járvány miatt elcsomagolva vihették el a finom ételeket. Hát először is tisztelettel köszöntöm a Rába Köztelevízió nézőit. A szervezés elég bonyolult egy picikét, de most már van gyakorlatunk, mivel ez a 9. Egy nagyon picikét visszamennék a múltba. Tehát tulajdonképpen, amikor ez az ötlet felelevenedett bennem, a Báró Berg Gusztáv, ugye Kapuvár Széchenyének nevezett úriember, 1882-ből van írás, hogy a Beledtől valamennyire a Miklós Majortól elindult Lőcsösszekérrel, ilyenkor karácsony előtt lisztet, cukrot, zsírt és egyéb ilyen dolgokkal, több Lőcsösszekérrel, Beled, Cirák, Gyóró, Himot, Hövely, aztán tovább Vitnyéd, Tőzeggyármajor, aztán voltak a Földvármajor, Hosszodom, Földsziget, hadd ne sorolja, Mosli, Veszkény, Szárföld, és ottan a cselédeknek meg a munkásainak. Amikor a kisebbik fiam, Szabolcs, zeneművészetén végzett, aztán mentünk be a vendégsereg egy étterembe, és össze volt rakva az asztal, és hát ugye a diákoknál ott volt a hangszertartó kis bőröndöcske, aztán megszólal egy úriember, én mentem, elővezettem a csapatot, hogy szintén zenész, hát mondom, én nem, bocsánat, viszont mögöttem a srácok most vizsgáztak. Aztán megebédeltünk, közben szóba lelettünk egy híres magyar trombitás úriember, és mondja, hogy ő már Budapesten olyan 5-600 adag ételt karácsony előtt készített. Ugye elteltek a napok, hónapok, aztán úgy felötlött mindig a beszélgetésünk, és no, valahogy meg kellene valósítani, mert ugye a megyében abban az időben nem nagyon hallottam ilyenről, és még visszatérve ugye, a nagynéném, aki apáca volt, Szent Norbert lánya, szolgált Csornán, Külsővaton, Budapesten, aztán Zsámbékon, ugye még Zsámbékon a rendszerváltoztatáskor még beöltözött, csodálatosak voltak. Ő mindig mondta, hogy ők már abban az időben is, 30-as évek végén, 40-es évek elején is jótékonykodtak. Ez még megerősítette a gondolatomat, és itt született meg, ugye 1882 és 2012, ugye 130 évire, a Szeretett Konyha. Hát féltünk egy picikét, de hát nagyon nagy sikerrel, ugye először halászlét készítettünk, gulyást, a környező cukrászüzemek, cukrászok sütöttek, akár a gyümölcstermelők almát hoztak, hát olyan nagy sikere volt, neki nagyon boldogok voltunk. Ja, és a másik, teát, forralt bort, tehát nem csak idézőjelbe félreértés ne essen a szegénységről, hanem barátságról, tehát a szeretetről szólt ez az egész. És hát az az igazság, minden elfogyott. És akkor így minden évben karácsony előtt már a Bográcsos Egyesület kedves tagtársaimmal együtt, és amit még szeretnék kiemelni, tehát erre az ünnepre mindig megvannak azok a kedves vállalkozóink, akik hozzásegítenek, hogy ezt megvalósítsuk. Itt külön még szeretném megköszönni Hámori György polgármester úrnak, az engedélyét, a támogatását, és nagy öröm számomra, amit Magyar Attila elnökségi tagunk, egy eszközpályázatot nyertünk, és ugye hát hál' Istennek most sütő, főző edényeket, sátort, kempingasztalt, tehát tulajdonképpen már ilyen vonulási felszerelésünk is van. Ugye egy összefogásról beszélünk, ma például mi az, amit készítettek? Mit tudnak adni, hiszen a vírushelyzet miatt be kell csomagolni előre az ételeket. Igen, hát egy picit bonyolult volt, de aztán, mint kedves kollégáim, mint régi vendéglátós és régi kedves volt munkatársai kollégáim, aki vendéglővel rendelkezik, vagy vendéglőt vezet. Egy mondatban az első pillanatban megegyeztük, hogy elkészítik, vagyis ott elkészíthetjük a kaját, ugye egészségkönyvvel mindannyian rendelkezünk, teljes, tehát minden követelménynek megfelelően. Most pincepörköltet készítettünk, ugye, hogy aztán csirkemell risottót, valamint kakaós, fatörzs, alma, szaloncukor, mogyicsoki. Nagyon-nagyon tisztelettel és szeretettel szeretném megköszönni a Cserpes Sajtműveknek ezt a csodálatos, meglepi ajándékot, ami málnás,
rizs, aztán csokis, aztán vaníliás, hirtelen nem is tudom ezt a sok finomságot. Nagy kedvencre mindenki, aki jön, ránéz, hogy ez milyen finom, és nagyon boldogan 2-3-at, épp amennyit kérnek mindenkinek. 900 darabot kaptunk, ilyen még nem volt. Csodálatos emberek, köszönjük szépen nekik. Kik kapják ilyenkor a szeretett konyhán a különböző az ételeket, illetve hát az ajándékot? Ebből a szempontból szerencsés helyzetben vagyok, mert a nyitott Kapuvár igazgatónője, Odorisné Buti Krisztina igazgatóasszony a szociális munkatársaival, ugye ők feltérképezik, és akkor ők kiosszák a jegyeket. Ugye külön a pizzapörkötre, külön a csirkerizottóra jegyet adok ki, és akkor mindenki ezzel a jeggyel, ahogy jön, csomagoljuk, ugye előírt, tehát teljesen szabályos műanyagba készül, de benájlon zacskózzuk, tehát kézzel senki nem ér hozzá, mindenkinek kesztyűje, maszkja van, ugye sajnos ez a vírus helyzet ezt hozta. Úgyhogy hát nagy örömömre már nagyon-nagyon sokan voltak, folyamatosan jönnek. Hát összességében, ha vendéglátó adagba gondolkodunk, akkor olyan 420-450 adag, de én olyan 280-ba szeretném becsomagolni, tehát úgy ilyen nulla helyesebben 750 milliliteres edénybe rakjuk csurig, amennyi belefér, mindent így adagoljuk. Áldott karácsonyt és örömökben gazdag boldog új évet kívánunk. Köszönöm szépen, én is szeretném ugyanezt kívánni, és még annyit szeretnék mondani, hogy ugye jövőre az első rendezvényünk, amit a kedves szerkesztő úr is meg szokott kérdezni, január 12-i, a Doni Hősökre emlékezünk, de most hát szerényebb körülmények között most már ez lesz a 8. emlékműsorunk, de csak koszorúzás lesz, és itt szeretném megköszönni Tamás atyának, Kapuvárváros plébánosának is a segítséget, úgy a szellemi, mint a fizikai segítséget, hogy ezekhez a rendezvényekhez hozzásegít. Köszönöm szépen!